Mindenre képes vagyok abban, aki nekem erőt ad. Filippiekhez 4.13. Ezt választotta jelmondataként a Borzonti Kovács István újmisés pap, és én is ezzel köszöntöm a tisztelt tévénézőket júliusi második adásunk alkalmával. A papszentelés nagy esemény a helyi közösség életében. Az elmúlt hétvégén mutatta be első szentmiséjét szülőfalujában Kovács István. A következőkben rövid részletet láthatnak az ünnepi szentmiséből, valamint egy beszélgetést is hallhatnak az újmisés lelkésszel. Istenem, te nem saját érdemeim miatt, hanem kegyelmed kimondhatatlan bőkezűsége folytán, a te szolgálatodra rendeltél engem. Add, hogy hozzád méltóan lássam el papi szolgálatomat, és a rám bízott népet mindenben a te irányításod szerint vezessen, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Életednek nagyon fontos eseményére került sor az elmúlt hetekben, a papá szentelésre és a primíciára, vagyis az új misére. Mielőtt ezekről az élményekről beszélgetnénk, tekintsünk vissza egy kicsit a kezdetekre. Mikor fogalmazódott meg benned, hogy a papi hivatást válasszad? Az első dolog, amikor megfogalmazódott bennem, hogy papi hivatást szeretném választani, az a 12. osztályt, amikor befejeztem, akkor gondoltam erre, hogy ezt a hivatást választom, de már kiskoromtól fogva, ahogyan jártam szentmisékre, minisztráltam, több ember megfogalmazta, de rokonaim és ismerőseim is, hogy biztosan a papi pályát, hivatást fogom választani. Én mindig erősködtem, hogy ez nem így lesz, mert én nem érzem magamot arra, hogy most én pap legyek, én nem szeretnék pap lenni. Ez több éven át úgy gondolkoztam, hogy én nem szeretnék pap lenni, egy más pályát szeretném választani. Ahogyan befejeztem a 12. osztályt, akkor döntöttem úgy, hogy felvételezzek a Gyulafehérvári Római Katolikus Hittudományi Főiskolára. És sikeres volt a felvételim, ekkor úgy döntöttem, hogy ottan maradok. Kisebb-nagyobb nehézségek voltak a 7 év alatt, de úgy érzem, hogy jó döntés volt, és jó választás volt, hogy így döntöttem az Isten segítségében. Ugye ez köztudott, hogy tehát tapasztaljuk mindannyian, hogy egyre kevesebb fiatal választja ezt a hivatást. Szerinted már vannak tapasztalataid is, de igazából előtted áll még ugye az élet. Mi lehet ennek a hivatásnak a nehézségei, melyek lehetnek a nehézségei, illetve ugyanakkor mik a szépségei? Ennek a hivatásnak a nehézségeit én azt látom, hogy egyre több fiatal, mikor választ egy hivatást, egy pályát, akkor azt veszi szem előtt, hogy igenis ő miért válaszza, mi haszna van belőle. Ennél a hivatásnál az a,
azt látom nehézségnek, hogy egyszerűen az ember közösségi lény, társadalom próbál olyan emberek társaságában élni, aki fontosak számára, és úgy látom, hogy nem tudják elkötelezni magukat egy életforma mellett. Ugyanakkor azt is, hogy a családról azt le kell mondani, ahogy ez örökös téma, hogy vágyik egy társra, egy női személyre, és sokan ezért is nem válasszák ezt a hivatást. Meg ugyanakkor egy kicsi nehéz dolog, mert engedelmességet kell fogadni, és ez az engedelmesség az azt jelenti, hogy az érsekatya, a jelenlegi főpásztor, vagy majd ezt követő főpásztor azt mondja, hogy erre bizonyos helyre kell menj most, akkor az engedelmességből meg kell tenni, és akkor ezek a problémák így felgyűlnek, és azt mondják, hogy nem, köszönöm szépen, nem. Szépségei pedig azok, hogy pont az, hogy amit nem vesznek észre a fiatalok, hogy sok a fiatal, együtt lehet dolgozni közösen, az idősebb embereket is meg lehet szólítani problémáikkal, feléjük elmondják a problémáikat, akkor ez meghallgassa, van, aki meghallgassa, vagy a betegeket meglátogatni, az egy csodálatos élmény, mikor mellette tudsz lenni a beteg mellett, és tudod vigasztalni, hogy van, aki együtt érez ebben a nehézségben. Még szépsége a papságnak az, hogy az fiatal párok eljönnek, hogy Isten áldását kérjék az életükre, és akkor Isten a rajtam keresztül, a papon keresztül működik, és segíti, áldását adja arra a fiatalra, hogy elkezdjék közösen az életüket. És így még sorolhatnám tovább, hogy mennyi szépsége van ennek a papi életnek. Hogyan élted meg a papászentelést? 7 év elég hosszú idő, hogy készülni erre a pillanatra, és az utolsó évben az nagyon vártam ezt a pillanatot, hogy megtörténjen. Hát szavakban kicsit nehéz megfogalmazni, hogy az ember mit érez akkor. Más volt úgy szemlélni a papszentelést most, hogy engemet szenteltek pappá, és más volt úgy szemlélni, mikor barátaimat és az előttem lévő embereket, kispaptársaimat szentelték pappá. Csodálatos érzés volt, az egész szertartást úgy át tudtam élni, ettől kissé tartottam, hogy nem fog sikerülni, mivel hogy szervezési problémák nehogy adódjanak, a rokonaim, az ismerőseim, akik jönnek, azokat hova fogom ültetni, minden. Azt hittem, hogy ezek a kérdések, a problémák lekötik az egész papszentelés szertartását, de nem, mert nagyon bele tudtam kapcsolódni is. És szavakban nem tudom megfogalmazni, hogy mit éreztem akkor, mikor az Ésak-atya pappá szentelt. Egy öröm, egy olyan boldogság töltött el, amikor már együtt mutathattam be, mikor pappá szentelt az Ésak-atya, hogy együtt mutathattuk be az első szentmisémet, mert ahogy ő is fogalmazott, leginkább ez az első szentmise, amit papszenteléskor együtt a főpásztorral mutatunk be. Igen, és akkor tulajdonképpen, hogyha már helyesbítettél, én mégis akkor arra kérdezek rá, hogy szülőfaludban az első szentmise, hogyan érezted magad, és milyen lelkülettel, milyen érzésekkel mutattad be itthon az első szentmisédet? Volt egy időszak, egy hét számomra, hogy készülni erre az alkalomra is, hogy itt szülőfalumban bemutassam az első szentmisémet. Éppen ezért nagy izgalommal töltött el, hogy most milyen is lesz az, hogy a saját falut
társaimnak, az embereknek, azoknak kell bemutassam az első szentmisémet, akik ismernek, és nem meg kritikusan szemlélik az egészet, hogy vajon na most hol ejt hibát. Ugyanakkor ott voltak az is, hogy a papi barátaim, a Gyergyőmedence papsága most nehogy kritikusan nézze az egészet, de nem, hanem éppen az ellenkezőjét tapasztaltam meg, hogy mennyire bátorítottak, mellettem voltak. Éreztem azt, hogy mindenki a legjobbat, a legszebbet akarja kihozni, hogy ez az nem csak számomra ünnep legyen, hanem az egész falunak, hogy egy ünnep, hogy igenis kikerült mostan a második pap innen ebből a faluból is. Jó volt együtt ünnepelni az emberekkel, és jó volt az is, hogy együtt lenni a pap barátaimmal, akikkel, kispaptársaimmal, akikkel együtt töltöttük az elmúlt évet, együtt ismertük meg különböző helyeket, együtt voltunk több helyen. Ez számomra nagy öröm volt, hogy együtt ünnepelhettünk, nem csak paptestvéreimmel, hanem az itteni hívekkel, és ugyanakkor vendégekkel is, akik távolról jöttek, ahol gyakorlati évet töltöttem Brassóból, Szászrégenből, Csíkszeredából, több helységből. Számomra nagy ünnep volt ez. Nem sokára kezdődik az igazi munka. Hol fogod kezdeni a szolgálatodat, és vannak-e már terveid, elképzeléseid, hogyan szeretnéd végezni a munkádat majd? Az isteni gondviselésnek tulajdonítom a kihelyezésemet. Az érsek atya úgy döntött, hogy Csíkszentgyörgyre helyez. Ez lesz az első állomási helyem, ahol szolgálatot teljesíthetek. Az is már az isteni gondviselés, hogy mennyi ideig leszek ott, azt már nem lehet tudni. Még jelenleg lehet egy év, két év, öt év, meghatározatlan idő. Terveim vannak. Úgy értesültem, hogy nagyon jó emberek élnek ott. Egy alkalommal volt lehetőségem ott lenni. A terveim azok lennének, hogy a fiatalokat megfogni, kicsit együtt dolgozni a fiatalokkal. A gyerekekkel is szeretnék foglalkozni, különböző programokat szervezni. Leginkább, ami közelebb áll hozzám, én az idősebbek, a betegek mellé állni, ezt szeretném, velük foglalkozni, gyakrabban együtt lenni velük. Ezek a terveim, de ez attól függ, hogy amikor oda megérkezek, és akkor mi vár rám, és ez alapján tudom a terveimet is beilleszteni az adott programban, az ottani plébániai életbe. Segédlelkészként fogsz ott szolgálni? Tehát van már ott... Igen, van ottan egy plébános, aki úgy mond, hogy papíron mondhatjuk, hogy a felettesem, aki eligazít, bátorít, ugyanakkor szerintem ez egy jó munkatárs is. A hírekből értesülve nagyon jó munkatárs, és szerintem nem főnököm ez, hanem barát és munkatárs. Beszélgetésünk vége fele. Egy olyan kérdést szeretnék feltenni azokhoz a fiatalokhoz, egy pár gondolatot, hogyha üzennél, akik most pontosan olyan időszakot élnek át, hogy gondolkodnak azon, hogy ezt a hivatást választák. Volna egy pár bátorító gondolatot hozzuk. Azt üzenem ezeknek a fiataloknak, hogy fel a fejjel, bátorság, nem kell félni, mert nekem is voltak félelmeim, tartózkodtam, hogy most mi lesz, hogyha oda kerülök, Gyulafehérváron felvesznek, hogy fog menni a tanulás,
sokat követelnek, fogom-e bírni, lesz-e lehetőségem arra, hogy tényleg tisztázzam, hogy valójában ezt szeretném-e csinálni, vajon tényleg hívott-e az Úr. Azt üzenem a fiataloknak, hogy ha úgy érzik, hogy a Jóisten szólítja őket, akkor bátran kérjék a segítségét, és ő jelet is ad a fiatalnak, hogy megértse, hogy valójában tényleg szüksége van rá, munkatársaként akarja-e, és ha a jelet ad a Jóisten, akkor megbizonyosodik az ember, hogy igenis ezt kell csinálja, ez az ő feladata, és ebben leli a munkájának az örömét, és ezáltal tud az embereknek segíteni is. Szintén néhány gondolatot az alfalvi és borzonti híveknek, hogyha... Hát akkor most megragadném a lehetőséget, hogy megköszönjem mind a borzontiak, mind az alfalvi híveknek azt a sok lelki támogatást, amiben bátorítottak a 7 év alatt, mert jó volt, hogy tudtam azt, hogy olyan emberek imádkoznak értem, akár ismeretlenek is, hogy sikerüljön nekem ez a célom, ez a hivatásomnak a beteljesedése, amelyre hívott a Jóisten. Lelkileg nagyon sokan imádkoztak és támogattak, főleg a borzonti hívek, de az alfalviakról is tudom, hogy sokan. Ugyanakkor nem csak lelkileg támogattak, hanem anyagilag is, hogy el tudjam végezni ezt a 7 évet. Mindezekért hálás köszönettel tartozom úgy a borzontiaknak, mint az alfalviaknak. És üzenem számukra, hogy nem felejtem el, mert mostanig ők segítettek rajtam, most ezután én fogom segíteni rajtuk az imáim segítségével az elkövetkező időkben is. Köszönjük szépen a beszélgetést, és kívánunk erőt, jó egészséget, és mi is a Jóisten áldását kérjük az életedre és mindennapjaidra. Hálásan köszönöm én is a lehetőséget, hogy üzenhettem úgy fiataloknak, mint a borzonti és az alfalvi hívek. Minden szeretet, minden megbecsülés és együttérzés ellenére is a pap bármilyen méltóságban és társaságban van, de egyedül van. Egyedül marad, mert papként van ott. Vigasztalja a szomorkodókat, s amikor ő szomorkodik, alig van valaki, vagy talán senki nem akad, aki megvigasztalja őt. Támogatja a szegényeket, s amikor ő rászorul valamire, alig van valaki, vagy talán senki, aki gondolna rá. Meglátogatja a betegeket, s amikor ő beteg, alig van valaki, vagy talán senki, aki megnyitaná az ő plébániának ajtaját. Felemeli az elesetteket, s amikor ő botladozik, nem segít talán senki sem rajta, s nem egy esetben botladozik, és a hívek még jobban lenyomják, nemhogy segítsenek fölemelni őt. S látjátok, keresztény testvérek, a tövis koszorút, amely véresre sebzi sokszor a papnak a homlokát. Hozzájárul még ehhez, hogy a papnak a jóságát, az ő szeretetét legtöbbször hálátlansággal köszönik meg. Mindazt, amit hívei vagy az egyházközség számára tesz, félre magyarázzák. Sokszor hamis indítékokat találnak ki a pap ellen. Ha minden erejét a híveknek szenteli is, ha fáradhatatlanul hirdeti az Isten ígéit, ha fölkeresi a betegeket és próbál szent életet is élni, akkor is kikezdik, és félre magyarázzák az ő papi tetteit. Sokszor megrágalmazzák, sokszor megvetés, mosoly, gúny a papnak az osztály része,
Persze nem szemtől szembe, mindig a papnak a háta mögött. De ezt minden pap, mi is, akik itt vagyunk, jól tudjuk, hiszen Krisztus egyértelműen megmondotta, ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét, és úgy kövessen engem. Keresztény testvérek, itt áll előttetek az új misés, az Úr prófétája. Elindul az életbe a hívek közé. Imádkozzunk érte, hogy bátor legyen az Úrnak a szőlőjében, hogy hirdesse az ígét, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő. Imádkozzunk, hogy hitben, reményben és szeretetben soha de soha meg ne fogyatkozzon, hogy az életében mindig ott legyen ez a háromi isteni erény. És kérjük Istent, hogy a jó művet, amit Isten megkezdett benne, fejezze is be. Kedves újmisés paptestvérem, Tyupi barátom, azt kívánom, hogy papi életedben soha ne csüggedj, mert velünk az Isten, s ha Isten velünk, ki ellenünk. Idén is kezdetét vette a kispályás labdarúgó bajnokság, amelyre nagyon sok sport és mozgás szerető fiatal nevezett be. A részletekről Begár László szervezőt kérdeztük. Elkezdődött a 2013-as kispályás labdarúgó bajnokság, helyszín ugyanaz, mint a tavaly, csapatok játszani jöttek, hogy zajlik ez a játék. Igen, örömteli pillanat ez minden évben, hiszen egy picit ki tudjuk szolgálni azt a sportkedvelő, nagyszámú sportkedvelő közösséget, akik évről évre részt vesznek ezen a minifoci bajnokságon. Igen, a csapatok játszani jöttek, viszont ez a játék már-már presztízs kérdés is sokszor. Örömteli dolog, hogy a tavalyi létszámhoz képest, tehát tavaly, amíg 8 csapat nevezett a bajnokságra, idén már 9 csapattal számolunk, hisz ha jól számolom, akkor 2 teljesen új, tehát olyan 2 csapat nevezett a bajnokságra, akik tavaly abszolút nincsenek. Eleinte 10-en indultunk, aztán még a kezdés előtte egy csapat visszalépett, de így is rekord. Talán a legelső években, ha volt ennyi sportkedvelő, aki űzte ezt a sportot. Tavalyhoz képest talán az átlag életkor kicsi fiatalodott, ez örömteli. Mit jelent ez az elkövetkezőkben? Melyek az új csapatok, körülbelül mit jelent ez a bajnokság színvonalát tekintve? Érdekes dolog, hogy nem hittem volna, hogy a bajnokság ennyire színvonalasra sikerül, hiszen okoznak a csapatok meglepetéseket. Annak ellenére, hogy úgy, ahogy mondta, ilyen teljesen fiatal csapatok is jelentkeztek, tehát azt tudom mondani, hogy az átlag életkor náluk ilyen 15-16 év, ami bizakodásra ad okot
a falu sport életével kapcsolatosan. Ők is nagyszerűen helytállnak ahhoz képest, hogy mennyire fiatalok. Amit elmondhatok, hogy olyan öreg fiúk csapat is nevezett, akik talán valamikor nagyon-nagyon régen játszhatták ezt a sportot. Ők is úgy érezték, hogy érdemes benevezni, mert egy tartalmas szórakozás egész nyáron. Tartalmas szórakozás, kikapcsolódás, egészséges mozgás, ezen kívül milyen célja van a bajnokságnak? Azon kívül, hogy összeülnek a sportkedvelők, a foci rajongók? Mindenféleképp egy ilyen bajnokságnak közösségépítő hatása is van, hisz amint látható, itt maradnak a csapatok szurkolni, barátságok születnek, elmélyülnek. Több ember, nagyon sok ember a napi problémák elől egy picit el tud menekülni. Nem csak a mindennapos megszokott monotonságot folytatja életvitelszerűen, hanem kijönnek, kikapcsolódnak, a környezet gyönyörű. Ezért külön köszönetet mondok Barit Szihamírnak és Barit Szilárdnak, hogy idén is lehetőséget biztosítottak arra, hogy itt ezen a színvonalas pályán rendezhetjük meg a bajnokságot. Hánytól hányig zajlik a napi foci rend, hány mérkőzés van egy nap, és meddig fog tartani a bajnokság? A mérkőzések minden nap 7 órától kezdődnek, és 9 óráig tartanak. Kisebb-nagyobb csúszások vannak, az úgy általában 10-15 perc, de nem hosszabb, és egy nap 3 mérkőzést bonyolítunk le. A játékvezetőnk az ugyanúgy, mint eddig Gyergyói Babán Eugen úr, aki természetesen pénzért bíráskodik, de nála jobbat még nem találtunk, aki le tudná színvonalasan vezetni a bajnokságot. Amit elmondhatok, hogy a bajnokság előre láthatóan, mivel 9 csapat van, így óvatos becsléseim szerint is ilyen augusztus 20-25-e környékén érhet véget legkorábban. Szabály a tavalyi újdonság esetleg van-e területen, illetve az eredményekről hol szerezhetnek tudomást a foci rajongók? A szabályok teljesen a tavalyiak, annyi módosítással talán, hogy még inkább leszigorítottuk a nem alfalvi játékosoknak a részvételét, hisz amíg tavaly tetszőlegesen lehetett nevezni más faluból származó vagy más településről származó játékost, így idén csak 3 lehet, amelynek a kilétét a bajnokság elején kell tisztázni, és nem módosítható a bajnokság végéig. Tehát az eredményeket bárki megtekintheti. A bajnokságnak van egy Facebook oldala. Egyszerűen, ha valaki a Facebookon a keresőbe beírja, hogy alfalvi minifoci, akkor az első az, amit kiad, az ez lesz. Vagy pedig, ha nincsen Facebook felhasználója és csak úgy szeretné megtekinteni, akkor www.facebook.com/alfalvifoci. Hagyományos kérdésünk, ki az esélyes a címre? Hagyományos válasz. A tavalyi bajnok csapatot látom ismét olyan formában, akinek talán nagyon-nagyon nehéz lesz borsot törni az orra alá. Idén is nagyszerűen kezdtek, 16-2-ös golarányjal nyitottak 2 mérkőzés után, tehát elmondhatom, hogy ők én szerintem az abszolút favoritok, akik még a játékuk alapján odaérhetnek, azok talán a meglepetés egy picit a tavalyi szereplésük után az a hokisok csapata mutatott játék alapján, én szerintem. Aztán még változhat, még nagyon-nagyon sok van hátra. Köszönjük szépen, sikert! Köszönöm szépen, és mindenkit szeretettel várunk! Idén is vár Erdély legnagyobb nemzeti fesztiválja, az EMI Tábor.
a Gyergyószent Miklóstól 12 kilométerre található Borzonton, a Dorka Panzió területén augusztus 7 és 11-e között leomlanak a határok. Magyarság ismeret és nemzetpolitika, irodalom és autonómia, íjászkodási sportversenyek, koncertek és reggeli tartóbulik. Mind rád várnak a 9. EMI táborban. Fellépnek az ismerős arcok, a Depresszió, a Transzilmánia, az Edda, a Knockout, a Kárpátia, a Romantikus Erőszak, az Oszcián, a Daliada és a Hooligans is. Szállásfoglalásért és egyéb információkért látogass el a www.emitabor.hu/erdély weboldalra. Találkozunk Erdély szívében augusztus 2. hétvégéjén. EMI tábor, az akarat utat talál. Köszönöm megtisztelő figyelmüket magam és munkatársaim nevében. Várom önöket egy hét múlva is a képernyők elé. Addig is műsorainkat visszanézhetik az Alfaló TV internetes oldalán. Minden jót kívánok önöknek, a viszontlátásra!